Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Lomnici Válaszol című műsor. Én ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok. Miután a legutóbbi tiktokos téma több kedves néző érdeklődését is felkeltette, ezzel a témával nagyjából összefüggésben mondhatjuk érkezett újabb kérdés az Egyesült Államok technológiai viszony rendszerét illetően, úgyhogy erre is szeretnék majd reflektálni, de előtte hát a hazai közélet nem túl fényes és acélos kérdéseivel is kell foglalkoznunk, hiszen azt hiszem, hogy az elmúlt egy hétben Magyar Péter annyira felhájpolta saját magát, illetve az ügyeit, hogy kénytelenek vagyunk még egy-két válasz erejéig az ő helyzetére, szerepére és kilátásaira kitérni. Kezdjük! Több helyen is feljelentették Magyar Pétert. Megalapozottak ezek a feljelentések? minden esetben óvatosan kell fogalmazni, nem csak akkor, hogyha valakit büntető eljárás alá vonnak, illetve büntető eljárás terheltjévé válik, hiszen az ártatlanság vélelme mindaddig megillet mindenkit, amíg jogerősen el nem ítélik, el nem marasztalják, büntetőjogi felelősségét nem állapítják meg. És különösen így kell eljárni azok tekintetében, akiket feljelentenek, még akkor is, hogyha az a cselekmény, amit elkövettek, például a tettenírés esetében, ordít egy ítélet után, akár egy népítélet után, vagy egy a közvélemény által megfogalmazott vaskos kritika után. Jelen esetben a magyar Péter álmok futását az elmúlt hetekben minden továbbinál magasabb szintre emelte. A saját történetét megpróbálta minél inkább színesebbé tenni, és az utolsó pillanatig egy olyan hangfelvétel, Nyilvánosságra hozatalával próbálta manipulálni a közvéleményt, amelytől sokan sokat várhattak. Miután felvételünk idejében már ismert hangfelvétel tartalma és a korábbi igazságügyminiszter reakciója is, ezeket mindenki megismerhette. Úgyhogy ezzel nem kívánunk részletesen foglalkozni. Inkább röviden arra térnék ki, hogy amikor például hamis vád, bűncselekménye okán valakivel szemben feljelentést tesznek, vagy akár a hatóság félrevezetése felmerül, akkor mire számíthat az érintett. Nyilván egy büntetlen előéletű személy esetében nem feltétlenül a szabadságvesztés, amit kiszabnak, kivéve ha több bűncselekmény egyidejű megállapítására kerül sor, mert ilyenkor egyértelműen felmerülhet az is akár, hogy egy rövidebb tartalmú szabadságvesztése ítélnek valakit. Ja, mindig óvatosan kell az ilyen ügyekben eljárni, mert az a főszabály, hogy senkiből nem szabad mártért csinálni, hiszen akkor hősé válik, de én nem feltétlenül osztom ezt az álláspontot. Tehát, hogyha valaki bűnöző és bűnt követel, akár kisebb súlyú, akár nagyobb súlyú, akár magánvádra üldözendő, akár közvádra üldözendő bűncselekményt, hogyha a büntetőjogi felelősségét megállapítják, akkor a törvény előtti egyenlőség elve alapján nem szabad nézni, hogy ez most politikus volt, vagy, vagy magánember. Ennek nincs jelentősége, és nem is szabad, hogy legyen jelentősége. Azt gondolom, hogy Tényi István ügyvéd úr feljelentései megalapozottak a gyanú tekintetében. Nyilván a hatóságok fogják eldönteni, hogy helyt fognak-e ezek a beadványok. Ugyanakkor nyilván az, hogy akár a nyomozóhatóság, akár a szolgálatok vizsgálódnak Magyar Péter egyes kijelentései okán, az egy jogállamban teljesen természetes. Felmerül egyébként a feljelentés elmulasztása, ezek ugye a büntetőjogi kategóriák, és nyilván a polgárjogiakról is lehet beszélni, hiszen több jogerős iránymutató bírósági döntés, sőt alkotmánybírósági határozat is szól arról, hogy nem lehet bárkiről bármikor felvételt készíteni, legyen az közszereplő vagy nem közszereplő magánszemély. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy olyan mértékben eszkalálódott, különösen Vargai Judit nyilatkozatát követően ez a szituáció és olyan mértékben ellehetetlenült Magyar Péter helyzete, hogy a fő kérdés már nem az, Sokak álláspontja szerint, hogy egy fényes politikai karrier vagy jövő vár -e rá, hanem inkább az, hogy a hatóságokkal kapcsolatos eljárások és az ő konfliktusa az hogyan végződik. Ilyen értelemben tehát lehet, hogy még szóba kerül pár alkalommal Magyar Péter személye, de elsősorban büntető vagy polgári jogi kontextusban az én megítélésem szerint, ha pedig a politikai karrierje folytatódik, akkor azt tudjuk megállapítani, hogy van néhány olyan honfitársunk, akit az egyértelmű tények ellenére Magyar Péter személye megfogott, és az a manipulációs tevékenység, amit folytat az idei óráig még kitarthat, de meggyőződésem szerint ez nem lesz hosszú életű. Hadházi Ákos mintha konkurenciát látna Magyar Péterben. Lopkodják a sót egymás elől? Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ki kitől veszel sót és lehetőséget. Ugye van több olyan oknyomozónak magát nevező portál, amely részben külföldről nyer finanszírozást, és ahogy ez a sajtóban is megjelent, többen kifogásolták, hogy külföldi forrásból magyar politikusokat, vállalkozókat, magánszemélyeket vadásznak le, idézőjelbe téve, vagy nyomoznak, oknyomoznak utánuk. Ehhez képest azt mondhatjuk, hogy egy időben az átlátszótól is például elvette a kenyeret Hatházi Ákos, aki meggyőződésem, hogy hát rendkívül agályos módon szétfeszítve a képviselői kereteket, az országgyűlési képviselői státusz kereteit, egyfajta nyomozó szerepében tetszelegve próbált az elmúlt időszakban szintén egyébként Magyar Péterhez hasonlóan felnagyítva bizonyos ügyeket népszerűségre szert tenni. Elsősorban egyébként Magyarhoz hasonlóan a Hatházi és a Facebookon tudta tevékenységét folytatni. Komoly tömegeket szemlátomás nem érdekelt. Az ő is nem érdekel, nagy tömegeket nem is próbált és nem is tudna maga mögé állítani, hogyha például egy utcai megmozulásról lenne szó. És hát Magyar Péter pedig az elmúlt időszakban vonta magára a figyelmet ilyetén módon, és hatáziákos kifakadása, illetve arra való célozgatása, hogy valójában Magyar Péter nála jelentkezett be, és tőle kért segítséget, ez azt jelzi, hogy egyfajta rivalizálás zajlik a politikai baloldalon, és féltékenységgel tekintenek egymás ténykedésére. Ez egy meglehetősen furcsa, némileg megmosolyogtató helyzet álláspontom szerint. Ugyanakkor természetesen van ennek egy azért egy jóval súlyosabb olvasata, nevezetesen, hogy a magyar embereket akár adófizetői pénzből akár külföldről finanszírozottan, mindkettő ben látok agályt, manipulálják, megpróbálnak besározni, befeketíteni olyan magyar politikusokat, akik tisztességgel végzik a munkájukat, olyan közszolgákat, akik nem szolgáltak rá arra a fajta bánásmódra, amit Hatházitól vagy éppen Magyar Pétertől kaptak, kapnak. Éppen ezért én nem lepődöm azon meg egyébként, hogy a politikai pártok támogatása ilyen alacsony. A politikai pártok a baloldalon nem képesek igazából egy üvegplafonon túllépni, és végső soron mindig, ahogy a szakemberek, elemzők erre rámutatnak, Gyurcsány Ferencbe botlanak. Gyurcsány Ferenc egyfajta szimbolikus halálcsillag a baloldalon, amely magához vonza a politikus társait, akik felbukkannak a környezetében. Hiába a Momentum hatalmas cirkuszolása, kitörése, hogy Gyurcsánnyal a múlt embereivel nem kívánnak politikát csinálni. Donát Anna vonatkozó megnyilvánulása után gyakorlatilag talán egy héttel megkötötték a fővárosban a lényegében koalíciós megállapodást ennyire lehet komolyan venni azokat, akik gyurcsányról le akarnak szakadni, és hát csak, hogy megvonjam a párhuzamot a gyurcsány show, után itt a magyar só, ugyanannyira üres, ugyanannyira manipulatív, gyurcsány az összödi beszédet, a szemkilövetős atakot próbálta a saját javára fordítani, ez nem sikerült neki, Magyar Péter pedig ezt a lebegtetést, ezt a fajta belső ember képét próbálta a politikai céljaira felhasználni, de végső soron egy nagy kárt okozott a családjának. Rátámadt a gyermekei anyjára, besározta őt, és ez, ez egy rendkívül szomorú helyzet. Ilyen mélységekbe talán még hatáziákos sem jutott soha. David Pressman újabb magyar influencereket hívott vendégségbe. Mit akar elérni? Nagyon érdekes, hogy David Pressman március 15-én Elhangzott és hallható beszédében arról próbálta a magyar közvéleményt meggyőzni, hogy mostantól a nagykövetség és talán a Biden adminisztráció is keményebben fog fellépni. Lehet, hogy voltak bizonyos olyan információk birtokában, amelyeket a mai napon vagy mostanában élünk meg, tapasztalunk meg, konfrontálódunk, szembesülünk vele. Ezt nem lehet tudni. Mint ahogy visszautalva számos kérdés felvetődik elemzői részről a tekintetben is, hogy kik állnak Magyar Péter mögött. De az minden esetre tény, hogy sokszorosan zárójelbe téve a diplomatákra vonatkozó szabályokat, a vonatkozó bécsi egyezményt, nagyon durván beavatkozik a magyar belpolitikába az amerikai nagykövet. Nagyon-nagyon éles a különbség David Kornstein és David Pressman ténykedése mögött, és amellett, hogy Konstin nagykövet úr fethetetlen volt, azért Pressmannél kiderül, hogy egy olyan ügyvéd, aki közvetett módon ügyvédi irodája által is segíthetett például egy orosz oligárhának, de teljesen hiteltelen ami a munkásságát illeti, mert miközben Oroszország ellenes retorikát hirdet, Magyarországot orosz barátsággal vallja, kiderül, hogy van a múltjában egy olyan szégyenfolt, amit nem tud letörölni. Ezen túlmenően pedig az, hogy a parlamentben terelgeti az ellenzéket, vagy éppen az influencereket hívja meg magához, és ki tudja, miket mond neki, vagy éppen bírókat rendel be, a független igazságszolgáltatás elvét sokak szerint súlyosan sértve, de legalábbis semmi bevéve. Én azt gondolom, hogy ezek mind-mind-mind az alkalmatlanságáról tesznek tanúbizonyságot. Nem gondoltam, hogy valaha azt fogom kijelenteni, hogy André Goodfriend bizonyos értelemben korrektebb volt, és, és és visszafogottabb, több önmérséklet volt benne. David Pressmannél ezeket az erényeket, ha lehet így fogalmazni, nem tapasztaljuk. A TikTok után most az apple veszi célba az amerikai kormány. A legutóbbi adásban a TikTok betiltása kapcsán sok utó lagosan a kérdés tisztázó felvetés érkezett, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy a kérdés feltevők azért utána olvastak a dolognak, és nagyjából arra a következtetése jutottunk, hogy megvárjuk a szenátus döntését, de itt van egy újabb tech világgal kapcsolatos hír, hogy pert az Apple-lel szemben, hiszen a, az az állítása az amerikai igazságügyi kormányzatnak, hogy túlságosan monopolizálja a saját belső világában a, a helyzetét, az applikációk tekintetében ez a bizonyos ö, ö, operációs rendszer, világ, amely ö, egy zárt rendszer az Apple hardverei. A laptopjai, a telefonjai tekintetében ez megsérti a versenyszabályokat. Erre az Apple úgy reagált, hogy ez egyfajta védettséget ad számukra, ez a totális kontroll, amely egyébként önmagában, mint kifejezés, hogy elhangzik egy ilyen világcég részéről. Elgondolkodtató. De hát azt láthatjuk, hogy miközben az Apple folyamatosan azzal kampányol, hogy nem ad ki adatokat, még az FBI számára sem, azt viszont senki nem vonja a kétségbe, hogy a kínai mobiltelefon gyártóval szemben, a Huawei-el szemben számtalan eljárás indul, és arról beszélnek, hogy a Huawei viszont az állítások szerint adatokat szolgáltathat a kínai kormányzatnak. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy kinek hihetünk, kinek kell hinnünk. Sokan egyébként az Apple termékeit használják. Én azt gondolom, hogy itt, hogyha minőségi kérdéseket feszegetünk, akkor nincs kérdés. Az adatvédelem tekintetében ugyanakkor már nyilvánvalóan van, a verseny feltételek tekintetében is vannak kérdések, és az egy fontos felvetés az egyik kedves néző részéről, hogy az Európai Unió szabályozásnak megfelele, és aztán a kérdését kiterjesztett a Facebookra is, a versenyogi szempontok Tekintetében az Apple, vagy éppen a Facebook, a YouTube, vagy éppen az Instagram. És itt újra és újra el kell mondanunk, hogy például a szigorú GDPR vagy GDPR adatvédelmi irányelvnek biztosan nem felel meg az a fajta laza adatvédelmi szellemiség, amely különösen a közösségi médiumok egy részét jellemzi. Az az adathalmaz, amelyet megszereznek rólunk, és amiért semmilyen ellentételezést nem kapunk, egyébként már az Egyesült Államokban is kérdéseket vett fel. Hanvába hull, de az Axios nevű fórum beszámolt róla, hogy volt egy kétpárti tervezet, amely egyfajta ellentételezést adott volna a személyes adatainkat, illetően. A, és arra kötelezte volna a közösségi média szolgáltatókat, hogy ne e, ingyen és bérmentve kelljen e, szenzitív személyes adatokat átadnunk, sőt, ugye azt is tudjuk, hiszen szenátusi meghallgatásokon a TikTok vezetőjét is, e, sőt, a Facebook vezetőjét is szembesítették ilyen kérdésekkel, e, de a Google sem maradt ki a sorból, hogy mennyire követik le a mozgásunkat, a hangunkat ezek az eszközök, mennyire ha tetszik, jellemző inkább a titkos szolgálatokra az a módszertan, amelyet tudnak és képesek alkalmazni ezek a kütyük. És bizony nem kapott az amerikai szenátus sem, a törvényhozás sem, de ezáltal az európai felhasználó sem megnyugtató válaszokat ezekre a kérdésekre. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy átfogó szabályozás ezzel kapcsolatban még várat magára, és azt is egyébként vélelmezem, hogy olyan súlyos bírságot nem fognak kiszabni, amely megrengetné az Apple pozícióit. Ebből a szempontból tehát a legfontosabb az, hogy mindenki felelősen használja ezeket az eszközöket, és pontosan tudnia kell, hogy mindent a mozgásunktól, a hangunkon keresztül, sőt bizonyos képi információkat is nyomon tud követni, és rögzíteni tud minden olyan eszköz, amely erre alkalmas. Érkezzen akár az Egyesült Államokból, akár Kínából, ahonnan, akár a világ bármely más részéből. Ezúttal is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. A, a következő héten is számítunk a figyelmükre, és addig is várjuk a kérdéseiket. Köszönöm szépen!